A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor együttműködő partnere a Pannónia Rádió. Lillás reggeli. Hozzávaló két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paul Lilla. Kanadában élő operaénekes világkarrierje 1978-ban kezdődött, amikor meghívták a londoni Covent Gardenbe énekelni. Nyíregyházán nőtt föl, értelmiségi családban. Egyik szemére nem lát, ezért kiskorában szülei balettoztatni tanították, hogy javuljon az egyensúlyérzéke. Énektanulmányait 1968 és 73 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte. Először 1973-ban a Parasztbecsület című operában mutatkozott be a magyar közönségnek az Állami Operaházban. Nagy fordulatot jelentett a pályáján, amikor 1976 az Erkelének verseny ária versenyének győztese lett. A következő évtizedekben bejárta a világ nagy operaházait. Megismerhette a New York-i Metropolitan opera közönsége is. Az olasz és német szerepek mellett francia nyelven is sikeresen mutatkozott be. A Lillás reggeli mai vendége a Pro Cultura Hungarica díjas Budai Lívia operaénekes. Vallomással kezdem a nézők felé ezt a beszélgetést. Hát itt elsorolták már a névjegybe azt a hihetetlen mennyiségű szerepet és azt az nagyon érdekes életutat, amivel ide megérkeztél, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a reggeli meghívást. Szóval Budai Líviával én elég sokszor találkoztam, de a nővéreddel még inkább, hiszen egy utcában laktunk, illetve mi még most is ott lakunk, és aztán ott egyszer csak nem láttunk téged, és akkor kérdeztük a testvéredet, hogy és a Lívia azt mondja, ó, hát a Lívia elszerződött külföldre. Először azt hittük egyébként, hogy diszidáltál, ugye ez még az az időszak volt, aztán utána erre olyan kicsit kitérő választ adott erre a diszidálásra, hogy nem nagyon tudott rá mit mondani, és akkor utána hát mindig mondta, hogy itt vagy a világban, ott vagy a világban, és mi rettentő büszkék voltunk, hogy az utcánk fia tényleg egy világhírű operaénekes lett. Hol érzed magad otthon a világban, hiszen életednek csak egy részét élted végig Magyarországon, aztán utána tényleg azt lehet mondani, hogy északtól délig, kerettől nyugatig minden opera színpadon otthon vagy, és mindenhol megfordultál, és évtizedeket is töltöttél. Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és egy kicsit olyan érzésem van, hogy mintha tényleg 40 év után visszajöttünk Magyarországra, úgyhogy 40 évig voltam külföldön, és most 40 év után újból itt élek Magyarországon, tehát a kérdést megválaszoltam, hogy végigjártam a világot, de a szívem hazahúzott örökre. Nem véletlen, hogy az az elismerés, amit kaptál, ugye, az ezek szerint jó helyre talált be. Nagyon szépen köszönjük a reggelit. Nagyon korán a tenyerére emelt a sors, hiszen remek szerepekkel tudtál debütálni a Zeneakadémia után. De nézzük meg a Zeneakadémiáig vívő utat. Mikor tűnt ki, hogy különleges hangi adottságokkal áldott meg az Úr? Ez egy nagyon érdekes az én életem.
mert ugyan most már nem látszik rajtam, de leánykoromban 14 és 18 év között balettoztam, ugyanis nekem volt egy született problémám a szememmel, és úgy látszik, hogy az egyensúly érzékem rossz volt, és az édesanyám beiratott balettot tanulni, és imádtam balettozni. És nagyon jó érzékem volt nem csak a tánchoz, hanem a koreografáláshoz, tehát ahhoz már ugye késő lett volna, hogy én balerina legyek, és az nem is lett volna vágyam, hanem szerettem a kisebbekkel foglalkozni, és esetleg arra gondoltam, esetleg hátha esetleg balettanárnő lehetnék. És egy véletlen folytán kicsit kificamítottam a lábam, és otthon voltam szobafogságra ítélve, és a szomszédaink, akik tanár emberek, ők, miután én délután kínőben, hogy otthon voltam, föltettem egy-két lemezt, és a lemezzel együtt énekeltem. És rájöttem arra, hogy van egy-két olyan mély hangú énekesnő, és azokkal együtt énekeltem. És anyukámnak egyszer mondta a Vecán úr, hogy hát ez a gyerek, ez miért kínlódik ezzel a balettal? Hát ennek gyönyörű hangja van. És anyukám azt mondta, neki. És azt mondja, gyere egyszer korábban haza, és akkor te is meghallgatottad. De ugye addig azt hitték, hogy csak a szomszédos falon, hogy a lemez játszott hallja. És akkor elmentünk Nyíregyházán, a 17 éves koromban a zeneiskolába, ott előénekeltem, és a AG-nél rögtön fölvett, mint növendéknek, utána már egy évre rá a Ki mit tudon szerepeltem. Na most miután én annyira ugye fiatal voltam, én szerettem volna egy olyan nagy számmal kirukkolni a Ki mit tudon, mert tudtam, hogyha mondjuk az, amit végül is énekeltem, amit a tanárnőm engedett a kis azocsina, azzal nem lehet akkorát dobbantani. Ha viszont mondjuk még ha egy ebolit vagy valamit énekeltem, onnan nem is van tökéletesen, azzal többet lehet mutatni. És ott indult tulajdonképpen a lehetőség, hogy a Ki mit tud után, ugyan felvételiztem, de ugye fölkerültünk a Zeneakadémiára, és 5 évet elvégeztem a Zeneakadémián, 3 év ugye énekképző volt, utána másik 2 év az már a opera. Színpad, opera, és rögtön utána bekerültem a színházba. Most ez alatt, az 5 év alatt most, hogy ugye már csak mint hallgató járok vissza a Zeneakadémiára, a szívem megdobban, hogy micsoda szerencsések voltunk mi fiatalok, hogy nem is fogtuk akkor föl, hogy ilyen csodálatos épületben éltünk, és hát végülis az életünk nagy részét, ugye majdnem, hogy hazamentünk aludni, de hát ott töltöttük a nagy részét az életünknek, hogy micsoda egy ajándék volt. Most, hogy látva, tényleg fantasztikus, és boldog vagyok, hogy újból megéltem, hogy nagyon sok koncertet ugye végighallgatok. A főiskolai idő alatt a mi osztályunk nagyon erős osztály volt, mert éppen tegnap véletlen folytán a televízióban az M3-oson mutatták a bűvös szekrényt, és valaki fölhívott telefonon, hogy mi hisz a televízióban? Hát tudtam, hogy nagyon pici szerep van csak, de a Lugosi Melinda, a Szőkefalvik Hat és én voltam három ilyen kis beszélőke a Farkas Ferenc bűvös szekrényében, és Sars Szilvia énekelt a főszerepet. Ötvös Csilla, Kincses Veronika, Pásti Júlia, ezek mind az én osztálytársaim voltak, és ez egy nagyon erős évfolyam volt. És érdekes, hogy akkor soha nem volt az, hogy mi egymásra féltékenyek lettünk volna, örültünk a másiknak a sikerének. Lehet, hogy azért is, mert mindenki egy egyéniség volt, és igen, más hangadottság volt. Igen. Egyik koloratúr volt, a másik lírai szoprán, harmadik drámaiba hajló, én ugye mezzo. És tehát nagyon, szóval annyira sok szép emlékem van erről az időről. Utána... Akkor maradjunk is még ennél a pillanatnál, igen, a főiskolás éveknél. Azt, amikor mondtad, hogy nem is tudják a mostani növendékek, hogy milyen hihetetlen, csodálatos körülmények között készülhetnek föl, igen, erre a szakmára. Ez gondolom többféle szempontból is értékelted egy magának az épületnek a csodáját, igen, hiszen a Liszt Ferenc Zeneakadémia valami elképesztően, igen, szép. És pláne most, hogy föl van újítva, hát gondolom, hogy 40 évvel ezelőtt, vagy amikor oda jártál, akkor persze, is ugyanilyen, igen, gyönyörű volt. Hát aztán az évek rontottak rajta, de most tényleg megint fantasztikus. A másik, ahol gyakoroltatok, vagy ami terep volt, még az Állami Operaház, az, igen, szintén ilyen. Igen. És akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag ilyen típusú háttér a világ többi részén nem nagyon adatik meg az akadémistáknak? Hát különböző... Hogy mondjam, Oroszországban az egy egyéni, azt nem lehet összehasonlítani. De amit én mondok, hogy a magyar viszonylatban ez valami olyan fantasztikus az, hogy mi a főiskolán ebben a csodás épületben éltük le az életünket, és minden fél évben volt egy vizsga, ami a kisteremben volt, és az évvégi vizsga, tehát az úgynevezett, már csak az opera szakosoknak, az viszont az Erkel Színházban vagy az operában volt, tehát volt egy évvégi záró. De
maga az, hogy a tízes terem vagy bármi, tehát a szobákkal lehetett tudni, hogy micsoda nagy mesterek voltak előttünk, akik ott tanítottak. Szóval valahogy egy olyan atmoszférája volt, tudni tudtuk, csak most ugye idősebb fejjel az ember most sokkal inkább realizálja, értékeli, hogy micsoda egy csodás élmény volt, és micsoda szenzáció volt. És hát remek műhely munka, mert gyakorlatilag végigmondtad ezeket a neveket, gyakorlatilag mindenki sztár lett a szó nemes értelmében. Igen, mindenki igen. Nagy karriert csinált, igen. Bekerültél az operaházba, az első szerepe, amit eljátszottál, a Paraszbecsület volt. Hát az maga egy sikerdarab, én mindig azt szoktam mondani, hogy akivel meg akarjuk szeretetni gyerekkel, vagy fiatallal az operát, akkor a Paraszbecsülettel kell indítani, mert mind történetében, mind dallamvilágában, mindenben szívbe markoló, és igen, csodálatosan szép. Igen, de én az öreg nénit énekeltem benne. Tehát Luciát énekeltek. Na jó, mamát. Hát igen, de ettől függetlenül. 23 évesen, úgyhogy akkor festették igen. Rám a ráncokat, most bizony nem kell. De ez amiatt volt, hogy az volt a mezószerep. Igen. Ja. Most az, hogy a Luciát énekelhetted, ez annyit jelent, hogy a színpadi játékod is megvolt hozzá, és azt hiszem, hogy talán pont Placido Domingo mondta, hogy ha egyszer elveszítenéd a hangodat, akkor nagyon jó színész lenne belőled. Igen, ez már ott kiderült? Az az érdekes, már nézős, hogy a szabadba vágtam, hogy akkor én mindig éreztem, hogy bennem nagyon sok lehetőség van. Ugyanakkor viszont azt éreztem, hogy az akkori vezetőségben én egy kicsit a második helyre kerültem, volt egy most nem jó szó, hogy vetértársam, de volt valaki, akit jobban kedveltek, mint engem. Lehet, hogy azért, mert én sokszor visszahúzódóbb voltam, nem tudtam úgy kimutatni esetleg a rajongásomat, vagy nem voltam olyan külsőséges. És emlékszem rá, hogy egyszer Mikó András meg is kérdezte egy későbbi másik olyan szerepbe, amiben tudtam, hogy hú, hát ez nekem volna a Kocsma Jenny a Koldus operában, és akkor olyan gúnyosan egyszer, hogy néha hogy a kis ujját hogy beletette így a szájba, és akkor ugye rám, és azt mondja, hogy meg tudja maga ezt oldani. És én bennem ez egy olyan feszültséget hozott, hát én tudtam azt, hogy írtó érdekes az, hogy sokszor, amikor ha nagy fény vagy valami esetleg énekelnem kellett, például a nagyapámnak előénekeltem egyszer, lementünk hozzá Kaposvár, mert anyukám biztos akart lenni, hogy tényleg tehetséges vagyok-e, most ugrottam egyet, és akkor is úgy volt, hogy a sarokba beálltam háttal nekik, szóval soha nem tudtam egy kis teremben szembe valakinek nagyot nyújtani. Abban a percben, amikor lemegy a fény, és tudom, hogy a színpadon én vagyok, és az a szerep, amit éppen akkor éneklek, abból én ki tudom hozni a legjobbat, akkor csodákat tudok csinálni, és engem sokszor nagyon zavarta a fény, vagy az, hogyha nem volt meg az intimitás. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy Mikó András nagyon tudott érteni azon, hogy tud valakit esetleg, nem tudom én, negatív vagy pozitív irányítani. Most miután meg nem szeretett engem, azáltal ő annyi kisebbségi érzés belém vert, hogy itt Magyarországon még nem kaptam nagy szerepeket, mert én csak kicsiket kaptam itt, amikor mielőtt én elmentem, tehát azért is döntöttem, hogy el akarok menni, mert úgy érzem, hogy nincs rám szükség. És ugyanakkor viszont voltak nemzetközi versenyek, azokra is mindig felvételizni kellett, vagy elő kellett énekelni. Kimentem, és ott mindig sikerre jártam, és már visszahívtak. Nem volt ott a magyar előítélet. Igen, nem volt ott, hogy na, tudom-e vagy nem. És akkor például Szófiában is én már nagy szerepeket énekeltem, Kárment, meg azut csinált Magyarországon, itt meg csak Mercedes-t énekeltem. Aztán utána, mielőtt én már tudtam, hogy el fogok menni, mert úgy éreztem, hogy sokkal jobb lesz nekem külföldön, megpróbálom, ha tényleg tehetséges vagyok, akkor elérek valamit, ha nem, akkor is legalább békében, nyugalomban élek, mert úgy én nem tudtam volna dolgozni, szóval én túl érzékeny voltam. És azt hiszem, hogy a legelső az volt, hogy amikor én elmentem 77-ben, ugye, mert most jöttem vissza 2017-ben, a 40 évvel ezelőtt, akkor szinte az a megkönnyebbültség, hogy most igen, van rá lehetőségem, hogy bizonyítok, és azokban a színházakban, ez alatt a 40 évre mondom, azokban a színházakban és azokban a szituációkban, ahol éreztem, hogy tényleg a tenyerüken hordoznak, és velem vannak, és segítenek, és szeretnek, ott csodákat tudtam csinálni. Viszont olyan helyen, ahol szintén ilyen szituációba kerültem, mint ami itt Magyarországon volt, hogy éreztem azt, hogy valami miatt nem szeretnek, vagy nem vagyok szimpatikus neki, akkor mint egy tipikus rák bezáródtam, és nem tudtam ugyanazt a szerepet képes voltam elrontani egy színházban, és nem jól elénekelni, mert egyszerűen
görcs volt bennem, és a kisebbségi érzés. Szóval ez egy nagyon érdekes, az szerintem erre a pályára nem alkalmas, aki nem nincs saját magával 2000%-ig oda, hogy én vagyok a legjobb, legszebb, és akkor azt a tüzemvízen át tudja vinni. Szóval nagyon sokat jelent valakinek, hogy sokszor a nővérem szokta mondani, miért hivatkozz rám, mondom, annál csodálatosabb nincs, ha valakinek ott volt vagy egy férje, vagy volt egy menedzsere, aki rendszeresen a premierekre odajött, és segítette, és pusolta minden. Az egy csodálatos érzés, hogyha valaki érted, szurkol, érted, harcol. Igen. Ha te egyedül vagy a világban, míg hogyha akármilyen jól énekeltem utána, és én nem mehettem be más nap, hiába nagy siker volt, hogy na ugye milyen jó voltam, mert furán jött volna ki. Szóval nagyon sok minden függ attól, hogy ki mitől tud karriert csinálni, mitől nem tud, vagy mennyire tud produkálni. Tehát ezek szerint, hogyha itthon maradsz, akkor nem biztos, hogy nem tudsz úgy kibontakozni, biztos, mint ami benned lett volna. Meg tudtad-e fejteni azt, hogy Mikó Andrásnak a ellenszembe, vagy az irántat tanúsított lekezelése, az miből adódott? Volt valami konfliktusotok esetleg még a főiskola évei alatt? Vagy egyszerűen csak mást akartak előtérben? Ő más szeretett, és más, hogy mondjam, szóval más, nem tudom, hogy ő miért nem látott bennem fantáziát, mert pont ez az érdekes benne, hogy amikor egy olyan szerepben, amiben kevesebb énekelni volt, és nagyon jó színészi lehetőség volt, hogy akkor megkérdezte tőlem azt, hogy te ezt meg tudod oldani, akkor arra gondoltam, hogy akkor például olyan szerep, mint egy Amneris, vagy egy Eboli, vagy a Verdi szerepek azok olyanok, hogy abban tényleg játszani kell, főleg. De nagyon sok szoprán szerep van, kiáll valaki, és énekel, gyönyörűen énekel, akkor már megnyert az egészet. A mezzó szerepeknek nagy részében azért ott színészi produkciót is lehet adni. És én tudtam azt, hogy van bennem egy velem született színészi talentum, de úgy éreztem, hogy ő nem bízik bennem. Most az, hogy valaki kinek szimpatikus, kinek nem, azt nem lehet erőltetni. És én úgy érzem, hogy az a kevés, amit annak idején ugye énekeltem, még most is vannak ismerősök, akik azért emlékeznek rá, hogy ez a pár darab, amiben játszottam, de nem azokat a szerepeket kaptam. Amikor már én tudtam, hogy el fogok menni, akkor kezdtem azokat a szerepeket megkapni, de akkor már nem volt visszaút, akkor már nem mondhattam azt, hogy oké, mégis itt maradok. Az énekversenyekre hogyan jutottál ki? Ezt mondtad, hogy különböző rostákon vagy fordulókon kellett keresztül lenni. Abba nem gátoltak? Mert tulajdonképpen a nagy sikert az Erkel énekverseny hozta, és gondolom, hogy pont annak kapcsán jöttek aztán utána a külföldi lehetőségek. Úgy voltak ezek a versenyek, hogy volt a nemzetközi versenyiroda, és akkor aki akart valahova versenyre menni, akkor volt egy ilyen selejtező. És a selejtezőn a Sass Szilviával, Misura Zsuzsa, mindenki, aki velem akart menni, azok jöttek, és előénekeltünk, és akkor beneveztünk. Azt hiszem, általában mindig 3-4-en ki is mentünk, ki tovább, ki kevesebb ideig valahogy bennmaradtunk döntőig, vagy nyertünk is annak megfelelően. Az az érdekes ezekre a versenyekre visszatérve, amit most kérdezel, hogy ugye egyedül az Erkel verseny, amit ugye megnyertem, és első díjas lettem, pedig azt is mással akarták megnyeretni, de ott is szerencsém volt, hogy a nemzetközi énekes gárda, a zsűri azt mondta, hogy hát ez a produkció sokkal többet ér, mint az, akivel meg akarták nyeretni. De ami érdekes, hogy a mindenki, aki előttem külföldön, akár Párizsban, akár Barcelonában, akár Rióban előttem nyert, egyik se csinált olyan karrier, már most ez egy kicsit nagyképűnek hangzik, de egyiknek se lett nagy karrierje. Tehát tulajdonképpen a versenyek nagyon jók, nagyon jó erőpróba, de nem jelenti azt, hogy aki megnyer egy versenyt, hogy akkor a 100%, hogy abban egy nagy énekes is lesz. De nem biztos, hogy meg tud maradni a pályán. Az nekünk nagyon jó egy próbatétnek, hogy mennyit bírunk, de utána aztán, hogy milyen karriert csinál, sajnos nem, ahogy mondtam, sajnos nem mindig a tehetségtől, hanem hogy hát a jó helyen, jó helyen van, jó igen, időbe, egy jó menedzser, egy jó férj, szóval nagyon sok mindentől függ. Neked, amikor 77-ben elmentél, mi volt a tarsolyodban? A mármint szerep, vagy pedig? Nem, ezekből a felsoratokból, a szerencséből, a menedzserből, a férjből. Én tulajdonképpen azért mentem el a biztatásra az én első férjem, aki beszél több nyelvet, hogy majd ő fog úgymond menedzserkedni, és én nekem majd csak énekelni, hát én nem beszéltem semmilyen nyelvet akkor. És hát amikor kikerültünk, ott 3 évet voltam én egy kisebb színháznál, ahol az nagyon jó volt, hogy ugye megtanultam a német nyelvet, az volt az első nyelv,
és rettentően szerettek. Szóval a német közönség, azt tudom, hogy amikor legelőször a ilyen bemutatkozó koncert volt, és akkor kellett két áriát énekelnem, hát azt hittem, amikor ez ugyanúgy, amikor először Münchenben is énekeltem, hogy amikor Németország úgy van, hogy valaki jót produkál abban a pillanatban, hogy bravo, és az egész terem, hogyha lefújnak a színpadról, hát az egy, mint egy olyan viharként. Akkor az Magyarországon nem élmény. Volt Az nem szokás, volt még, igen. És rögtön az volt az első, ott a minél férjem, akkor mindig fordított, hogy mondták, hogy hát ez csak egy ugródeszka nekem, és hát végül is tényleg az volt, mert az első év után ugye bekerültem a londoni Covent Gardenbe, oda is ugye előénekléssel, és a trubadurnak az Azucena szerepét énekeltem, és az nagyon sokat jelentett aztán nekem. Utána kerültem át aztán Münchenbe, ahol 5 évig a színháznak a tagja voltam, és aztán 5 év utána, hogy hát ez fura szó, az a szabadúszó, de hát utána mindenki saját maga dönti el, hogy esetleg egy színházhoz szerződik, vagy pedig az agenseknek a játékszere marad, mert ugye ez tényleg az agensek játékszere, mert régen az volt, hogy valakit fölépítettek. Most az van, hogy azt hiszem, hogy a jó meleg hatására egy... Egyébként az is egy nagy dolog, hogyha az ember egy jó ügynökséghez, vagy egy jó ügynökhöz, ahogy mondod, ágenthez kerül, mert anélkül tényleg nagyon-nagyon nehéz, pláne nyugaton. Itthon is, de itthon igen, mindenki saját maga de csinál mindent. Ugye, hát itthon nem tudom, hogy az most hogy működik, mert régen volt ez a nemzetközi iroda, nem tudom, mi volt már pontosan. Filharmónia, interkoncert. Interkoncert, igen, de hogy a nemzetközi kapcsolatoknak a irányítása, de kín ugye úgy van, hogy a legtöbb énekes ugye nem saját maga, hanem tartozik egy agentúrához, és ott is van például mezzóban legalább 5-6, és annak megfelelően, hogy ki mikor ráér, vagy nem ér rá, tehát sokszor nem az van, hogy fölépíti valakinek a karriert, hanem sokszor ugye a véletlen folytán, hogy na, akkor te most itt vagy, hát nem baj, akkor a másik elmegy oda, szóval nem egy olyan karrierépítés. Van egy-két nagy sztár, mint a Kaufmann, vagy a Waltradmeier az én fakomban, akinek tényleg a karrierét fölépítették. És az egy más, de mondjuk szerencsés voltam, mert én oda kerültem Münchenbe, a Hilbertnek hívják ezt az agentúrát, akinél 20 évig voltam, és nagyon sok lehetőséget kaptam tőle, és amiket kaptam, aztán hogy az egyik hozta a másikat maga után. Az, Londonban a Covent Garden, ugye ezek nekünk olyan hatalmas kifejezések, tehát most pont mai nap mondta nekem valaki borászati témában, hogy aki nem vesz részt a Veronai borversenyen, az nem tudja, hogy miből maradt ki, mert beszélhetünk a Bécsiről, vagy a Müncheniről, vagy a nem tudom milyen fesztiválokról, de a Veronai az igazi. Na most a Covent Garden, meg a Metropolit, tehát ugyanezt mondta, hogy ez olyan, mint egy opera énekesnek, hogy aki nem énekelt a Covent Gardenbe, vagy nem énekelt a Metropolitanbe, az még nem azt nem jegyzik. Igen. Tehát ez egy őrült nagy dolog, hogy gyakorlatilag a kikerülésed után 1 évvel, vagy 2 évvel már a Covent Gardent tudhattad magadénak. Gondolom, hogy ez azért nyitotta az ajtókat. A Covent Gardennek köszönheted az ügynökséget, vagy az ügynökségnek köszönheted a Covent Gardent? A Covent Gardent azt a véletlennek köszönhetem, mert amikor én kijöttem, akkor ugye ott Gelsenkirchen ott rögtön egy nagy szereppel Ebolival kezdtem, és ráadásul az volt az érdekes, hogy előtte ugye az áriát ugye tanultam, vagy a két áriát tanultam magyarul, akkor utána nekem meg kellett titokban tanulni, mert ugye arra szerződtettem ki, meg kellett titokban tanulni az egész szerepet németül, hát a felét nem tudtam, hogy mit éneklek. Először ugye nagyon hosszú időbe kerültem, eddig ugye a kisölebizáltam, hogy kell hangsúlyozni, mert ugye nem beszéltem még németül. És nagyon érdekes volt, hogy utána énekeltem aztán olaszul, és még franciául is, megint a Covent Gardenben. De ami érdekes, hogy hiába franciára íródott a Don Carlos, a olasz mégis valahogy sokkal szebb énekelni olaszul, de hát a német az egy katasztrófa volt. Mert egyszerűen annyira sok mással hangzó van, egyszerűen nem lehet kimondani. Ami olyan szép melódiában szól, hogy ti maledico, az du sollst verdammt sein, du sollst verdammt sein. Tehát a hangsúly azon, hogy átkozott leszel. Ti maledico, du sollst verdammt sein. Ez egyszerűen nem lehet azt a triolát kiénekelni. Tehát azért volt sok gondom vele, mert egyszer éreztem azt, hogy azért németül nem a legszebb, ugyanez vonatkozott más szerepekre is, például Carmenre németül énekelni, de egy katasztrófa volt.
És az az érdekes, hogy a 80-as évek elején még azért a németek nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy mindent németül, uh-huh. németül, hogy a közönség értse. Uh-huh. Aztán utána egy idő után rájöttek, hogy hát az egész világ kinyílt, és jöttek a nagy sztárak, és akkor... Azok nem fognak németül nem fognak, énekelni. És ugye milyen érdekes volt olyan előadás Magyarországon, emlékszem még az én csodálom Komlósi Erzsébet énekelte a Carmen, és az Atlantov jött a... Komlósi magyarul énekelt, az Atlantov oroszul, és nem tudom, hát olyan fura volt, vagy volt egyszer olyan, és egyik olaszul, a másik magyarul. Szóval érdekes volt azt hiszem, hogy amikor 86-ban hazajöttem, és az első Don Carlosomat, akkor is a koros még magyarul énekelt, és csak a főszereplők énekeltünk olaszul. Igen. De milyen érdekes, hogy hazajössz vendégszerepelni Magyarországra egy magyar előadásba, és olaszul énekeltél. Igen, mert akkor már az egész világon mindenütt énekeltem az Eboli szerepet, és mindenki, akikkel kérte. Együtt énekeltem, uh-huh. a Tokod Ilona, a Polgár László, Ilosfalvi Róbert, ezek mind óriási nagy nevek, akikkel együtt énekeltem, és ezek a kollégáim, ők ugyanúgy jártak a világot ezekkel a szerepeket, tehát logikus, hogy ők is ugye olaszul énekeltek. Hát azért ettől függetlenül ez egy érdekes előadás. Egyébként mostanában nagyon jó, hogy már a szövegeket kiírja, föliratozzák azon a nyelven, amilyenek szól a közösség. Bizonyos operákra nem jó, hogyha olaszul éneklünk. Uh-huh. Azt most onnan éreztem, hogy Falstaffot csináltunk. És a Falstaffot hiába olaszul szebb énekelni, vagy jó pofába elénekelni, mégis a közönség szempontjából, amire már fönn nézték esetleg a szöveget, addigra már az a humor elment. Uh-huh. Szóval tulajdonképpen bizonyos végoperákra talán azt mondom én is, hogy jobb esetleg a eredetit elvenni, és akkor például magyarul is nem a szöktetés a szerályból, hanem a szevillai borbély, vagy amiben érdemesebb érteni, hogy miről, vagy egy Figaro házasságát, és meg sokszor jobban találok, hogyha inkább magyarul énekelnék. Most az kiderült, hogy egy énekelsz olaszul, és szerintem olaszul szeretsz a legjobban énekelni, hát legalábbis. Igen. Aztán franciául, németül, magyarul, és gondolom, hogy időnként még néha angolul, tehát ezek benne vannak. Azt mondtad, hogy olaszban a legszebb az egész, viszont a magyar nyelv, meg pont arról beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, hogy mennyire játékos, és gyakorlatilag nem is tudom, hogy van olyan nyelv, amelyik ennyire színes, mint a magyar nyelv. Jól vannak fordítva a magyar opera, magyar nyelvre az operák? Opera, igen, jól van fordítva, igen. És nagyon, magyarul nagyon, nagyon jó volt. Például az, amit most mondtam, hogy németül Carment énekelni, ez egy katasztrófa volt, magyarul viszont nagyon jó volt Carment énekelni. Tehát tulajdonképpen nem mindegyik szereplet, most nem azért, mert az a saját anyanyelvem, de egyszerűen vannak olyan, az a L'amour est un, az a Liebe ist wie ein wilder Vogel, egyszerűen nem jön az embernek a film, most nem karikírozom ki ennyire, aha. akkor se jön ki olyan szépen, melodikusan, mint hogy vagy akár aha. a magyarul énekelnénk. Rengeteg szerepet eljátszottál hihetetlen sztárok társaságában, akik ugyanolyan hihetetlen nagy sztárnak tartottak téged. Tehát tényleg olvastam a kritikákat, fantasztikus, milyen jó kritikákat írtak a világ minden táján rólad. Melyik darabot kivel szeretted a legjobban énekelni partnerként, és melyik darabot melyik nyelven? Hát talán, ha úgy kezdeném, miután háttal nem kezdünk, de... Bár már ezt is cáfolják. Hát, oké. Látod, itt még egy hát. Igen. Most pont egy beszélgetésben egy magyar nyelvtanár, amikor uh-huh. gyerekek voltak ott, és mondtam, hogy háttal nem kezdünk mondatot, azt mondták, hogy hát, ennek az időnek már vége. Igen, mert valahogy az ember azt mondja, hogy hát, mi volt a legjobb, és akkor vagy mi volt a leghosszabb. Vagy azt hiszem, hogy én amíg élek, és azt hiszem, a többi mezzónak is a hálát is tudtam adni Verdinek, mert amikor Veronában énekeltem, akkor elmentem meglátogatni a temetőbe is, meg a házát is, mindent. Tehát gondolom, hogy ezt mindenki, aki megteheti, megcsinálja. Verdi volt az a fantasztikus komponista, aki olyan szerepeket írt, ami Eboli, Amneris, Preziosilla, Azucena, ami nem csak egy énekes, hanem tényleg színészi produkció is. És nem véletlenül néha azon szoktam érgelődni, hogyha van, hozzáteszünk még a Verdi Rékvémet is, mert tulajdonképpen az is egy csodálatos Verdi mű, hogy nem véletlenül, hogy ő egy mezzóra írta ezeket a szerepeket, mert ezek a
a hang karakteréből már adnak valamit, amit ha egy szoprán énekli, már nem úgy fejeződik ki, mert hogy az egyik egy büszke királylány, a másik az egy megsértett hercegnő, a harmadik az egy kicsit begőzölt mama, aki a bizonyos karaktereket kell tudni eljátszani. Tehát akkor most mondom, hogy tehát tulajdonképpen édesapám, aki építészmérnök volt, ő nagyon szerette a zenét, ő neki a két V betűs, a dupla V és a V, Verdi és Wagner volt a kedvence. És soha nem erőltettek bennünket, hogy mi szeressük a zenét. Ők sokszor halkan hallgatták a rádiót, vagy lemezeket, mi addig benne a másik szobában tanultunk, és itt ott néha hallottam, hát nem is olyan rossz, nem is olyan unalmas, mert sokszor még egy gyereknek is, ha esetleg mondták, hogy ők operát hallgatnak, hát hogy az olyan furcsa lehetett. De a Verdi szerepek, tulajdonképpen neki köszönhetem a legtöbb sikert. Ebolit énekeltem a legtöbbet, azt majd 260, nem tudom én hányszor énekeltem, az rengeteg. És az az érdekes, hogy nagyon sokféle, ugye többféle nyelven is, többféle rendezésben, de például a Don Carlos talán most ezt a mostani modern rendezéseket mondanám, senki nem tudta annyira rosszul elrendezni, vagy elrontani, mint például amennyire egyszer-kétszer sikerült egy trubadurt, vagy egy ajdát, a mostani modern rendezők képtelenség, hogy miket csinálnak. Na most még visszatérve, aztán utána beszéltünk a rendezésről is, de a... most is megragadhatunk nála. Sajnos Puccini nem írt szinte semmi olyat, ami azt mondom, hogy mezzóra. Wagner írt, de viszont egy szerepen volt, amit hát nem énekeltem sokat, de amikor énekeltem, akkor tényleg, mint partnerek, mint a Domingo, vagy a Boni Soli, ő volt az egyik, akivel Veronával énekeltem, a Gioconda. Igen. Az valami olyan, a Giordano, az valami olyan, Ponchielli Gioconda, az valami olyan fantasztikus, szép zene, és főleg a mezzónak, és emlékszem rá, hogy hát mondjuk ez is egy ritkán fordul elő, hogy a mezzó viszi el a tenort, mert általában mindig a szopránok snappolják el a mezzó orra elől. És a Giocondában ugye a Domingóval volt, ez volt az első nagy dobásom ott Németországban, Berlinben. És az volt a különleges, hogy ugye néha egy kis füllentés is ugye jól jön, amikor megkérdeztek, előtte énekeltem Ebolit, és megkérdezték, hogy mit szeretnék énekelni, és mondtam, hogy egy pár szerep, amit szívesen elénekelnék, és akkor mondta nekem az akkor igazgató, hát igen, most jön a Domingo Giocondára, akkor van kedve? Persze, hogy rögtön igen, mondtam, nem nagyon szégyenemes, mert nem is ismertem annyira az egészet. De egy csodálatos darab, és a végén az van, hogy ugye ő viszi el a tenort, és a fantasztikus, hogy milyen előadások voltak. Jó volt vele dolgozni egyébként, Domingóval? Igen, hát ő egy olyan típus, aki először is egy nagyon-nagyon kedves kolléga, és eljött próbálni. Mert általában olyan volt, hogy például énekeltem vele Ajdát Hamburgban, meg Ajdát vele Münchenben, és ugye az volt, hogy egy nappal előtte van egy próba, és kész, és sokszor volt, hogy az egy nappal előtti próba, énekelt ebbe a produkcióban, nem is volt ott. Most, hogy neki hogy volt a szerződés, vagy mi, azt nem tudom, csak mondjuk sokszor jó lett volna egy vagy két dolgot bepróbálni. Igen, és akkor volt olyan, akivel a színpadon találkoztatok élesben először? Hát volt ez egyszer-kétszer, igen. Azért ez borzasztó nehéz lehet. De ez alatt a Giocondák alatt nagyon aranyos volt, mert jött próbát, és egy nagyon fantasztikus szoprána, Angeles Gullin énekelt, és a Jesus López Cobos dirigált, egy nagyszerű szereposztás volt. És ő volt a Domingo, hát akkor ugye 30 éves voltam, fiatal, és hát olyat, hogy én egy tenort, saját maga szokott reszketni, hogy el tudja énekelni, vagy sem, előadás előtt bejött egy szál virág, mert tudta, hogy premiért éneklek, és hogy hogy vagyok, mint vagyok. Szóval tényleg nagyon, nagyon jó partner volt, és egy nagyon-nagyon kedves. Tehát akkor emberileg is a helyén igen, volt, igen, nem csak hangilag, igen. Nagyon szerettem Carrerast én is, mert a Carrerast is egy ugyanakkor abban az időben egy másik énekesnővel volt, Lírt, úgyhogy, de hát nagyon jó jött a darabhoz, mert azzal az énekesnővel énekelt, volt szerelembe, és én ugye mindig azt hitte a tercetben, amikor kijön a színpadra, mindig azt hitte, hogy ő azzal a szopránnal fog találkozni, közben az Eboli, amikor fölfedi a fátylat, akkor jön rá, hogy hát hoppá, nem a szoprán van ott. Erre van egy nagyon aranyos sztorim, hogy például Amerikára, meg Kanadára, hogy mennyire más az opera játszás odaállt, mint itt.
Nyeszterenkóval, Anatomovval, Szimtovával, meg a Aragával, az is egy fantasztikus szereposztás volt. Énekeltük a Don Carlost, és volt egy ilyen óriási ilyen papíron, egy ilyen pillangószerű szemüveg rajtam, amikor azt el kell dobni, és akkor derül ki a tenornak, mert addig nekem szerelmet van, és akkor derül ki, hogy ő az Elizabethát szerette volna látni, de utána én jöttem el a randira, mert én viszont szerelmes vagyok bele. És amikor eldobom ezt a szemüveget, óriási nevetés tör ki a nézőtéren. És mondja nekem, hogy mert ugye egy pillanatra ugye a szerephez is tartozik, én sem értem, hogy mi történik, hogy ő mit akar, és utána derül ki, hogy ő az Elizabethbe szeret bele. De a közönség nagy része, aki elmegy az operákra, nem is tudják, hogy mit néznek. Aha. Hát emlékszem rá, hogy a montreali idő alatt, amikor ott egyszer énekeltem a Adriano Le Couvreur-t, és akkor mindenki kérdezte, hogy ez mi, és mondom neked, nagyon egyszerű az egész, mondom, én, mint a Bújon hercegnő, megmérgezem a színház igazgatójának a feleségét, tényleg ő énekelt, hát soha többet nem fogsz visszajönni ide énekelni. De mondtam neki, hát ez opera, de a vége tényleg az van, hogy a igazgatójának a feleségével énekeltem, az is egy nagyon szép produkció volt. Szóval szerencsém volt, hogy nagyon sok jó, úgymond régi módi előadásban is énekelhettem, de visszatérve most megint a képességeimre, hogy úgy igazából azt hiszem, hogy az volt az erősségem, amit itt nem nagyon akartak elhinni, hogy én fantasztikus jó színésznő voltam a színpadon, ezért fáj a szívem, hogy a mostani technika, vagy a régi technika nem olyan, mint most volt, hogy akár egy kis telefonnal egy pár jelenetet föl lehet venni. Emlékszem rá, amikor megpróbáltunk valamit is, abban a percben elvették a készüléket, vagy nem engedték, vagy a zenekar sztrájkolt, hogy csak egy percet lehet valamiből fölvenni. És szóval nem volt ez a lehetőség, hogy valaki ma énekel egy előadást, és másnap már az egész világ látja, fönn van a YouTube-on, még hogyha ugye nem is tiltva lenne, de akkor is fölkerülnek. Tehát azt sajnálom, hogy a 80-as évekből, amikor ezekkel a nagy sztárokkal, a Domingóval, Bruzonnal, Frénivel, Cappuccinivel, tehát tényleg csak dobálozhatok a nevekkel, akikkel végig ott Münchenben, Berlinben, Párizsban mindenütt énekeltem a Don Carlosokat, Aidákat, hogy nincs szinte videófelvétel, rengeteg audiófelvételen van, és azok nagyszerűek, de nincsen videó. Vagy hát nagyon kevés van. Van egy pár, amit például a Brüsszeli Operaház sokszor előadásokat fölvet, van egy Don Carlosom, egy Trubadour, akkor van Marseille-ban, amit a televízió közvetített, egy Ruszalka, ezek mind ugye legális felvételek, vagy az Orangi Fesztiválon a Nabokóban a Ferenát énekeltem. Szóval van egy pár, ami a Eiffel-Troyes, a francia televízió vett föl, vagy a belga televízió, de ilyen kalóz felvételek, hát itt-ott vannak, csak ugye azokat nem nagyon szabad lejátszani. Tényleg kár, hogy nem maradtak meg, lehetett volna. De azt hiszem, hogy rajtuk. Az egy nagyon érdekes érzés, hogy arra büszke vagyok most így öregkoromra, hogy akik ott voltak egy előadáson és engem láttak, ez most lehet, hogy nagyképpen hangzik, de tudom, hogy mind a mai napig emlékeznek rá, hogy jaj, hogy az milyen volt. Uh-huh. Hát csak egy élő példát arra, hogy Frankfurtban énekeltem már a ringben, akkor a ringet, tehát már német Wagner. Szerepeket, Wagnert, igen, és mentem a pénztárba fölvenni valamilyen szerepjegyet. És oda mentem a kasszához, és mondom a nevemet, így rám néz a kasszás, azt mondja, hogy maga az művész. Jaj, amikor Münchenbe Aidát tetszett énekelni, hogy ott remegtek a falak, de olyan aranyos volt. Uh-huh. Hát ennél nagyobb öröm és emlék, és néha van egy újságíró ismerősöm, akivel még mindig tartjuk a Berlinből a kapcsolatot, és ő szokta mondani, hogy hát, ami mostanában vannak, hát énekelnek, kéne, van itt-ott egy-egy fiatal, de amikor te színpadon voltál, hát akkor az ott szóval, megszólalt. Igen. És az én is tudom, hogy nagyon sok, ugye, amikor egy produkciót készítenek, és mondjuk én vagyok, akivel megcsinálják, nem az, hogy esetleg én utána beállok, azzal abban még többet tudtam esetleg beletenni, mert a rendező látta a lehetőséget, és annak megfelelően még kihozta adott. Azokat igen, a pluszokat, igen, amiket igen. A színpadi játékodból lehet.
Említetted, de csak egy mondat erejéig, hogy teljesen más a kanadai opera játszás, más a közösség, máshogy értik a darabokat, nem tudják sokszor, hogy mire ülnek be. Miért maradtál mégis 20-valahány évet Kanadába? Vagy az csak egy kiinduló pont volt, és aztán onnan mentél jobbra-balra? Hát a Kanada, az akkor megint kell egy kicsit ugorjak. Édesapám, aki mondtam, hogy nagy zeneszerető volt, ugye őket itt hagytam, és szerencsével aztán 81-2 körül ők már ki tudtak jönni, és ők sokszor láttak engem. Tehát akkor ők diszidáltak gyakorlatilag? Nem, én diszidáltam, ők jöttek ki engem meglátogatni. Na várjál, akkor most még ide visszatérünk egy pillanatra. Tehát, mert ez nem volt, igen. Föltettem ilyen homályos kérdésként az elején, hogy a testvéred mondta, hogy hát kiszerződött külföldre, de úgy nem tudtuk, hogy diszidált, nem diszidált. Tehát akkor te szabályszerűen dobbantottál. Én kaptam 2,5 börtönt is, igen. Hoppá. Úgyhogy én nekem volt egy lehetőségem, mehettem volna Kelet-Berlinbe énekelni egy trubadur azucsénát, és akkor én mondtam a én agentemnek, hogy hát elmegyek szívesen, de akkor a negyedik felvonás az kicsit hosszúra fog sikerülni. És akkor láttam, hogy nem érti, hát mondom a börtön jelenet, mert hogyha én elmentem volna abban a periódusban, ameddig nem kaptam lehetőséget, tehát nem voltam szabadra engedve, akkor leültettek volna. Ez volt a probléma, hogy 85-ben, amikor édesapám meghalt, akkor engem nem engedtek haza édesapám temetésére. Pedig akkor már rég német állampolgár voltam, és akkor neki köszönhetem tulajdonképpen a második boldog házasságomat, ami 30 évig tart, és az lett végül is a kanadai kimenetelem, mert miután nem jöttem haza, vagy nem jöhettem haza édesapám temetésre, azt mondtam, hogy a legelső lehetőség, ahol egy Verdi rékvémet énekelhetek, az ő tiszteletére el fogok menni, és éneklek. És a férjem, Montrealban élő kanadai magyar, ő szponzorálta ezt a Verdi rékvémet, ő is, és ott ismerkedtem meg vele. Tehát mintha az édesapámnak a tiszteletére mentem oda, de megtaláltam a férjemet. És ez tulajdonképpen hát most a kanadai élet, ezt most úgy értve, hogy én oda hazajártam, de tényleg csak mint egy-két hónapra vagy hétre, mert én az életem nagy részét azért Európában töltöttem, a férjem járt mindig utánam Európában, tehát én egy évben 8-9 hónapot Európában voltam, tehát a Kanada, az volt a fő rezidencia, mindig azt szoktam mondani, hogy ott fizettem adót, nagyon sokat sajnos, ott fizettem adót, de volt egy másik lakásom Brüsszelben, tehát azt mondtam viccből, hogy Kanadában van az adófizetőm, Brüsszelben van a gardróbom, ami gondolt bele, hogy eljönni mondjuk Kanadában, mondjuk ott, amikor már augusztus, nem tudom, nyár van, és akkor nem tudom, hazamegyek decemberbe, téli kabáttal minden, hova tudok menni. Tehát nem tudsz annyi mindent 4-5 hónapra elmenni csomagostól, tehát kénytelen voltam valahol egy ilyen európai gardróbot megtartani. Azért énekeltem nagyon sokat Brüsszelben, mert kihasználtam azt a lehetőséget, a brüsszeli igazgató nagyon szeretett engem, mert ő látta bennem ezt a bizonyos talentot, és szerintem az összes Verdi Wagner szerepet ott végig énekeltem. Van egy nagyon aranyos sztori most a férjemre, aki ugye sokat utazott, hogy ott is csináltuk a ringet, és a Rajna kincsében volt egy olyan jelenet, amikor Wotan lemegy a Alberichjal a Miméhez, és azt szerette volna a rendező verni kell, hogy mi hátul üljünk nyugodtan. Na most képzeld el egy ilyen 35 percet egy bizonyos pózba, hogy nyugodtan ülni, hát négy isten, hát egyikünk se tudott volna. És mindegyikünknek az arcáról csináltak egy maszkot, és csináltak egy egész fejet, maszkkal, hajjal, mindennel együtt, és csináltak egy ruhát. És most ez a ruha, a maga nevében ez egy tragédia volt, gyönyörű volt, de 20 kiló volt, mert tele volt ilyen pajettekkel, úgyhogy amikor mi álltunk, hogy ültünk, tehát ez nagyon nehéz volt viselni. Na most, amikor ugye ez a jelenet van, akkor ugye a babákat beültették, ott a babák ugye nyugton ültek, addig mi kimentünk, és a férjem közben valamiért kijött, és azt látja csak, amikor mi már, hogy a baba, hogy valahogy meg ki voltunk dobva utána oda szélre. És a férjem oda ment, hogy valami baj van, és azt mondja, nem a művészeti színpadon van, ez csak senki nem tudta azt, hogy nem élő figurák ülünk mi hát, és mindenki mondta, hogy hát zseniális, ahogy milyen nyugodtan tudunk ott ülni, közben nem mi ültünk ott nyugodtan. De ez egy nagyon jó rendezés volt, hogyha meg tudták így oldani. Hát érdekes dolgokat produkált a sors. Hát nagyon színes életed van.
van? Hát volt nagyon sok érdekes az életemben, utazgatások, minden. Most már sajnálom azt, hogy egyszer elkezdtem gyűjteni a repülőjegyeket, hogy hány ilyen beszállókártyát, aztán egy idő után abba hagytam. De hát voltak olyanok, hogy például Firenzében énekeltem a Hoffman mesében a Giulietta-t, a csodálatos rendezés volt, és már két napra rá el kellett volna kezdenem Toulouse-ban egy új produkciót, Spontini La Vestálat, amit azt hiszem most fognak itt Magyarországon koncertszerűen bemutatni. És hallom, kimegyek a repülőtérre, és mondják, hogy sopero, sopero, ami annyit jelent, hogy sztrájkolnak. És akkor valaki mondja, hogy hát Rómán át még el lehet menni. Akkor Pizába, elmentem Pizába, Rómába, megérkeztem Rómába, már ott is, mert addig a nemzetközi még közlekedett. És akkor valahogy, hát akkor nem volt kis telefon, handy, vagy valami, valahogy nagy nehezen, hát az emberek apró pénze Rómából telefonálni, akár Münchenbe, vagy egy agentúrának, hát az vagyonokat kellett volna bedobálni. Végre nagy nehezen tudtam telefonálni, és mondom, hogy hát nem tudom, mit csinálok, mert itt ülök egyenlőre, meg se tudok mozdulni. És hát, hogy kerülök én túl, és azt mondja, ne izgassam magam, mert a szoprán Katja Ricsőrel lemondta, hogy van még egy napom. Úgyhogy hát ez sokszor sok idegeskedéssel ment ám azért a repülés, de... Volt, aki állandóan utazott veled, vagy ilyen magányos farkasként rohtad? Én magányos farkas voltam. Azért ja. Ez nem lehetett egy könnyű élet. Ez nem. A fantasztikusan szép, de hát azért... Elképesztően húzós. Hát éppen azt mondom, hogy azért 8-9 hónapot így úton lenni, és tulajdonképpen először azért nem is akartam talán azt, hogy lekössem magam, mert tudtam azt, hogy a férjemnek lesz a nehezebb, de nagyon aranyos volt, és egy nagyon jó partnerem. Most az elsőről, vagy a másodikról beszélek. Hát az első az nagyon rövid idő volt, az másfél év volt, ez viszont 30, azért az nem semmi. De nagyon aranyos volt, mindig vette a telefont, és azt mondta, hogy Budai Residence, the butler is speaking, hogy ő volt a úgymond házőrző. De ahhoz is humor kell, és tényleg egy nagyon nagy megértés, és ez a fontos. Azt sem tudom, hogy merre menjek tovább, mert annyira sokféle dolog történt veled. A rendezésekről egy picit azért kéne beszélni, mert volt egy fél mondatod, és talán már egyszer rá is akartam térni, hogy a rendezések nem mindig jók, pláne mostanában ezek a modern rendezések. Tehát azt gondolom, hogy te inkább a konzervatív rendezésekivel vagy. Én most voltam az operában nézni egy darabot, elképesztően modern volt. Egy darab oszlop volt középen, és kivetítések voltak. Nem mondom, hogy nem volt érthető, nem mondom, hogy nem volt érthető, de más, tehát nem tudom, hogy ez egy operától mást vár talán az opera szerető közönség. Mi dívik most a világban? Az a probléma, hogy a német, ahogy ők mondják, a német intelligencia valahogy ugye eldöntötték, hogy most valami más kellene csinálni, hogy más szemszögből megmutatni ezeket a darabokat, mert hogy azok már, ha úgy veszük, a régi stílusban unalmasak lehetnek. Amit biztos? Én, hát azért mondom, hogy én nem találom ennek, de miután ez egy trendi lett, a 80-as évek közepetől indult el, hogy nagyon sok színházi rendező kezdett el rendezni operákat. Most a probléma ott volt, hogy még a legtöbbje nem is tud kottát olvasni, tehát az van, hogy nem is tudta, hogy vagy nem beszélte a nyelvet, tehát se kottát olvasni nem tudott, se a nyelvet nem beszélte, és így a kottával a kezébe sokszor ment, és azt mondta, na majd ez itt lesz, ott lesz, és tehát olyan dolgokat csináltak, ami lehet, hogy esetleg egy prózai színházba elment volna, de egy énekesnek már nem. Nagyon sok minden az éneklés ellen is ment sokszor. Az, hogy mi tudunk a hátunkon feküdve, vagy lehajolva énekelni, vagy akármi, az egy más dolog. De ha ő teljesen a figurát megváltoztatja, erre szoktam én mondani néha, hogy viccből, hogy ha megcsinálnak egy paraszbecsületet, amit az elején beszéltünk, ugye a mai életben, ha most egy lányt ott hagy a barátja, és a lány terhes, nem esünk pánikba címszölet, mert ilyen ez majdnem, hogy naponta előfordul, nem egy probléma. De a 18-19. Században ez egy tragédia volt. Tehát ha én azt most beteszem ezt a darabot egy modern rendezésbe, bejön napszemüveggel, és lófarokkal, meg minden, semmi értelme nincs, mert most már manapság szóval nem rökönyödünk úgy meg, és nem egy olyan tragédia, mint az akkor volt. Tehát most ugyanúgy mondom, hogy ez abszolút tiszta volt a példa. Ja, de ugye rengeteg darab van, amit lehet máshova betenni, például egy Aidát, rettenten élveztem
én szerepem nagyon jó volt, a szegény Ajdával volt kiszúrva, mert ugye a, hogy vagy az, hogy a földet kell, hogy mossa, mint rabszolga, vagy nem tudom, valami butaságot kitalálnak neki. Ebben nagyon jó pofa volt, amit csináltunk Antwerpenben, mert ugye én még voltam a királylány, ráadásul még egy kis úszoda is volt, ahol ott engem kényeztettek, volt egy majom, ami a karomon ül, semmi köze nem volt ahhoz. Akkor, amikor elkezdtük a duettet, akkor ő a körmömet lakkozta, tényleg olyan volt, mint egy szolga. Az én szerepem zseniálisan meg volt csinálva, lehet, hogy azért is, mert ugye ez a rendező fiú velem együtt dolgozta ki az egészet. A végén olyan volt, hogy nagyon hosszú hajam volt, ugye derékigérő hosszú hajam volt, és úgy csináltuk meg, szőke paroka volt rajtam, és úgy csináltuk meg, hogy a negyedik felvonásban, amikor ő harcol azért a tenorista Radamesért, hogy úgy mindenét odaadja, őt nem érdekli, egyedül csak a szerelme érdekli, hogy a se hatalom, se pénz, semmi nem érdekli, hogy ezt az óriási nagy parókát ledobja, de ugye addig ugye egy ilyen magas parókát, hát ha nincs megfixálva valahogy, akkor azt nem tud tartani. Tehát, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a hajamat hogy tudjuk földolgozni, hogy csak egy mozdulattal az egészet leveszem, és a hajam kiborul, és ez a paróka röpül velem, és akkor én tényleg, mint az őrült harcolok ott érte. De ennek volt értelme, de most néha vannak olyan rendezések, ami az Azucena egy gyönyörű, elegáns nő, akinek bolondnak kell lenni, a Leonora van kényszerzubbonyban. Tehát egyszerűen szerintem hihetetlen az, hogy annyira, hát vagy nem értette meg a rendező a darabot, vagy tényleg fogalma sincsen. Tehát, hogyha valaki egy jó ötlettel, mert nagyon sokszor én is azt mondom, hogy el nem tudom képzelni, hogy ugyanazt a szerepet én most 230-szor, vagy 70-szer, vagy 300-szor például a Tito Gobbi valami 700-szor énekelt Szkárpiát, hogy azt mondta, hogy ő csak ilyen fehér zsírparokába tudja elképzelni Szkárpiát. Hát én belehaltam volna, hogyha mindig ugyanabba a stílusba kellett volna. Tehát pont azért volt jó, mert volt valami más kifejező lehetőség. De hát néha olyan dolgokat kérnek, hogy egyszerűen az ellen van, hogy jól tudj énekelni. Uh-huh. Hát például volt egy olyan produkció Brüsszelben, ahol az egész színpad tele volt homokkal. Mint egy sivatagban játszódott volna most a képnek, mintha én beültem a nézőtérre, akik nézték, gyönyörűen nézett ki, igen ám, de abban a percben, amikor az ember ott elment itt egy hosszú kabát ruhával, hát szállt a por mindenhova, úgyhogy még ahogy most itt meleg van, igen. És azért érzem, hogy kiszárad a torkom, hát ott az volt, hogy szállt a por úgy, hogy azt se tudtuk, hogy tehát nem tudsz úgy produkálni. Igen. Most a közönségnek nem mondhatom, hogy azért nem tudok énekelni, mert itt vagy egy gáztűzhely van, és nem tudom, elfogy az oxigén, és amiatt nem lehet énekelni. Szóval egy csomó olyan dolog van, amiatt megnehezítik sokszor. De attól nem lett volna jobb. Uh-huh. Tehát itt ez a kérdés, hogy megéri valamit kifacsarni uh-huh. úgy, ha jó, és egy értelmes rendezés, mert van nagyon sok jó értelmes rendezés, modern. De van egy határ. Most még egy már elnézést, hogy mielőtt muszáj szabadon vágják, hogy például ez is szintén Antwerpenben és Brüsszelben volt, az, amit énekeltem, egyik kevés szerep a Köpeny című darabban, van egy, azt hiszem, itt Szarkaninek hívják Magyarországon. És abban a részben, ahol én leéneklek egy kis áriát, és hát sok csoda nem volt, aztán egyszer kitalált, hogy ezt azt lehessen, mégis nem tudom én, hogy valamivel dobjuk föl, és mindig éreztem azt, hogy hát itt vagy valaminek történni kellene, és amikor már negyedik, ötödik napot a próbán ott kínlódunk, fogtam magam, csináltam egy cigánykereket, és lementem Spárgába. Erre azt mondja a rendező nekem, hogy ezt minden nap meg tudod csinálni, már ma meg tudom csinálni, de mondom, hogy valami kellene, hogy valamit pezsegjen. Hát ha hiszed, ha nem, ebbe kapott bele, és akkor még kitalált nekem aha. egy csomó minden, és mindenki azért jött el, hogy hát ebbe az izében nem tudom mit csinálni, de nem tartozott a darabhoz, de miután ő nem tudott vele mit kezdeni, ezért volt jó, hogy én ezzel a kis bolondozás által belejött valami élet, és mindenkinek egy szenzáció számba milyen ment. Milyen jó jött az a kis balett a háttérben. 40 év után merő kalandvágyból hazajöttél igen, Magyarországra. Ezt úgy, ahogy mondod. És ennek ugye ez 2017-ben igen. volt. Milyen volt az itteni fogadtatásod?
Én nem nagyon szakadtam el, ettől függetlenül mondjuk azt ugye hát azért az volt a szüleim által, semmitán anyukám, hál' Istennek sokáig élt, 90 éves korák, úgyhogy rendszeresen jártam haza, látogat meg azért, amilyen szerencsém volt a utolsó 10-15 éve, az sokat énekeltem itthon is, de úgy döntöttünk a férjemmel, hogy ahogy ott kint Kanadában ugye az ő korosztályok kezdtek kiöregedni, és hát én is most már lassan ugye 70 felé járok, hogy az a kis idő, ami még hátra van, hogy inkább a itteni barátainkkal, színház, koncertek, mindent, tehát élvezzük az életet, mert hiába gyönyörű helyen laktunk egy tóparton, csodálatos kilátással, még hogyha a hideg volt, az se volt baj, mert az ember ül a kandalló előtt, olvas, de nem tudtunk sehova sem menni, mert a város 80 kilométerre volt, tehát úgy döntöttünk, hogy inkább veszünk egy csenszet, és megpróbáljuk az új következő 40 nem lesz, de boldogan jöttünk haza. Én nagyon szerettem itthon lenni, már régóta, mert 2010 óta van egy lakásom Budán, a Rózsadombon, úgyhogy én már sokat ingáztam, és nagyon szerettem mindig itthon lenni, és hát a itthoni színház élet az egy fantasztikus. Hát a Víg Színháztól kezdve a Madács Játékszín, akárhova mész, a koncertek, Zeneakadémia, a Műpa, szóval olyan fajta lehetőség van, hogy miben láthatunk most? Most legutoljára a Karmelitákban, Pulengnek a Karmelitákban az öreg, az Árda főnöknőt, mondom azt, hogy nem csak énekeltem, játszottam, amiben meg kell halni. Azt hiszem, hogy aki ott volt és látta, tudja azt, hogy mit jelent az, hogy meghalni, és egy hónapra rá, egy másik darabban, a Pigdánban ugyanúgy szintén meghaltam a színpadon, csak az érdekessége az, hogy akik jöttek, nézték, és mondták, hogy hát meghalsz, de mennyire más? Hát mondom azért, mert az egyik egy szívinfarktus kap, a másik meg rákban halt meg. Tehát ez nem mindegy, hogy és tényleg van a orvos ismerősem, el is mentem, meg is kérdeztem tőle, hogy mi történik azzal, hogy hal meg. Tehát én mondjuk veszem a fáradtságot arra, hogy tényleg... Fölépíted a szerepet. Igen, és látod például ez is egy olyan szerep, hogy ezt sokszor éneklik már idősebb kollégák, akik esetleg nem tudom én, hangjuknál már nem a legintaktabb idejükben van, de nem az az érdekes, hogy esetleg hangilag valami nem tökéletes, akkor érdekes a szerep, ha ezzel el tud kezdeni valamit, tehát tud játszani. Mivel tartod magad karba? Mennyit skálázol? Egyáltalán hogy van szükséged, vagy mire van szükséged ahhoz, hogy toppon legyél a színpadon? Jaj, ha ezt hallaná a férjem, hogyha nem lennék olyan lust és gyakorolnék is. most már úgy érzem, hogy 40 év elég volt, úgyhogy én most tulajdonképpen be is fejeztem az éneklést. Ez egy kiruccanás volt, hogy ezt elvállaltam, mert Angel Ferenc, aki rendezte, azt hiszem, hogy ő látta bennem ezt a színészi lehetőséget, hogy én arra alkalmas vagyok, de azt mondtam, hogy ezt megcsinálom, ha lesz a újra felújítás, most lett volna, 2018 májusban lett volna, de miután az operaház felújítása elhúzódik, több mint azt mondom, csak 2019-ben lesz. De ezt nagyon szívesen énekeltem és csináltam, mert ez egy korban is hozzám illő szerep, de most már tényleg nem éneklek, mert úgy érzem, hogy ahhoz, hogyha valaki tényleg a szakmában, akkor azon dolgozni kell, azon gyakorolni kell. Én nekem volt tényleg ez a 40 éve csoda, hogy még végigjártam a világot, úgy érzem, hogy nagyon szerencsés voltam, amellett, hogy volt egy-két ember, aki nem szeretett, de akik szerettek, azoknak én csodákat tudtam tenni, és nem tudok olyan várost, ahol nem jártam, ahol nem léptem föl. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy jól fizetett turista voltam, mert képzeld el, például olyan, hogy általában egy szerződés 2 hónap, vagy 2,5 hónap, hogy van egy 6-7 próbaid, és akkor utána vannak az előadások. És gondold el, hogy elmész Firenzébe, vagy Velencébe, vagy Marseille-be, vagy Rómába, és akkor a próbaidők alatt ugye akkor az tényleg az egy hosszú, hogy reggel 10-től 2-ig próbálsz, aztán 4-től 8-ig, vagy persze a medzóknak ugye nem mindig, mert nem minden jelenetben vannak benne, de ugye akkor nincs sok időd. De amikor már lementek a premier után, sokszor 2 nap szabad nap, utána van egy előadás, meg én 2 nap szabad. Az a 2 nap alatt hát jártam a múzeumokat, templomokat, az egy csodát, tehát tényleg jó fizetett turista voltam.
iridlése méltó élettel, nehézségekkel, amelyeket leküzdöttél, és én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk itt a televízióban. Köszönöm, én köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt számomra, ugyanis most, hogy a hazajövetelkor, ez volt az első és a legkellemesebb ajándék számomra, ez a interjú. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor együttműködő partnere a Pannónia Rádió.